Szeretettel köszöntöm a sajtó és a médiumok képviselőit a népszavazási aláírási gyűjtés szimbolikus megkezdésénél. Úgy gondolom, hogy van annak jelentősége, hogy ha gyorsan sok aláírás összegyűlik, és ennek a pártnak, de a hozzákapcsolódó teljes gondolkodói körnek bőven van annyi tartaléka, kapcsolatrendszere, hogy ne szoruljon arra rá, hogy különböző listákból dolgozzon. Úgyhogy Horn Gábor képviselő úrnak ezt a tegnapi kijelentését a tavaly önkormányzati kampányban tapasztalt hisztérikus kitöréseihez hasonlóan ezt is csak a saját írói munkásságának tekintem, és egyszerűen nem kívánok és nem is vagyok hajlandó foglalkozni vele. Úgy látszik, hogy Horn úrnak lehetnek listái, ha saját magából indul ki. Talán rá is szorulnak, de azt hiszem, hogy ez a nagyobb gondolkodói kör ilyenre nem feltétlenül szorul rá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha bárkinek kérdése van, szívesen válaszolok rá. Tessék parancsolni. Minden választókerületi elnök szervezi az embereivel együtt az aláírásgyűjtést. A pontos címekről, az aláírásgyűjtési helyek számáról a kampány technikai vezetője Kubatov Gábor pártigazgató tud önnek részletes felvilágosítást adni. Budapesten 2002-ben a Dél-Pesti régióban összesen két önkormányzati körzetet nyertem meg. Az egyiket Lőrincen, a másikat pedig a Ferencvárosban. Ferencvárosban egy Zombori Miklós nevű bácsi nyerte meg a körzetet. Miklós gyakorlati tanár. A legnagyobb tudomány az, hogy ilyen műanyaglapból tud hamutartót egy mozdulattal hajlítani. Ő ehhez ért. Tehát gyakorlati ilyen technika tanár, az a neve, technika tanár. És... De Miklós remek képviselő, és mindenkit ismer. És amikor átmész vele a Bakács téren, akkor olyan, nem tudsz vele beszélgetni, annyian köszönnek neki. És mindig köszön, jó napod Miklós, kezdj csókolni. És mindenkit ismer, és Miklósnak van egy füzete. A füzetbe össze van írva mindenki. Először is mindenhová van kulcsa. Tehát a mindenhová, minden házhoz van kulcsa. Ugye ez a Lónyai utca, Rádai utca környéke, de majd csak gondoljatok végig, hogy tudsz bejutni egy kampányba, hogy tudsz beszórni egy szórólapot. Hogy tudsz bekopogtatni egy lakást, mert sehogy kell neki a kulcs. És ő 7 év alatt elérte azt, hogy minden házhoz van kulcsa. És mutatja, hogy a kulcsomóját, egy ekkora kulcsomója van mindegy börtönőrnek, és mutatja, hogy ez a Ferenc körút 2, 4, 6, 10, és mondom, hogy ott hol a 8, az meg van kapukódó. A grafek zseniális. És van egy, ugye nem egy cyber, hát 60 éves, tehát ő nem ért a kompjúterhez. Van neki egy ilyen füzete, a szekrény mögött tartja, az a szép. Előveszi, és azt mondja, no, nézzük, Lónyai utca 4, fölszint 1, Tóték, velük vannak. Fölszint 2, Kovácsék, a férfi, a nő velünk, van a lány utca velos. Fölszint mindenkiről mindent tud. És amikor eljön a választás napja, akkor ott ül, mint ahogy most mi, tök lazán. Mondom, Miklós basszus, nem jutott? Azt mondja, hogy nem, mert összesen elmentek 1000-en választani, és nekem biztosan ma 700 szavazó. Nincs izgalom. Pontosan tudja, az a 700 ember tudja, hogy rászavaz, elmegy és rászavaz. Ugye most neki olyan szervezettség van, hogy a szavazókörben mennél az egész család, nagynénye mindenki. És kiüzennek, hogy egyébként az ő körzetéből ki nem volt ott. Azt Miklós beül a Skodájával, lehet, hogy most már újított, beül a Skodájával. Elmegy, bekopogt, és azt mondja, no, kerekek itt föl, menjünk el szavazni. Mondom, de semmi nagy trükk nincs benne, az ember nem túl szép, nem túl okos, ennyit tud. Őket kell tudnunk még ismerni, mert ha megnyertük a választásokat, lesz majd egy olyan periódus a kormányzásnál, amikor el kell fogyni a táborot. És hogy hát kiket a legkönnyebb visszacsábítani, aki egyszer már itt volt velünk. Aki soha nem volt velünk, nem jött el szavazni, nem szavazott rá, azon van nehéz szavazni. Azok azonban, akik velünk voltak, azokat könnyebb
visszamenni három, mert én aztán kell tudnunk, hogy kiket ez az emberek. Így aztán a Fidesz adottság is fölkerült túlva 3 millió főre, a 3 millió emberből el kell tudnunk tényleg 2 évet szavazni, és akkor majd ebből tudunk meríteni, amikor a kormányzat időszak nehéz időszakra jön, ezeket az embereket kell megtartani. Lehet, hogy nem is kell tovább jutnunk. Én utálok minden szórólapotnál, meg minden lakázat, kicsi lakázat, ezekkel nem lehet kapálni, megnyerni, teljesen fölösleg és eszközök. Én azt gondolom, hogy ezt a módszert végig csináljuk, és mi most olyan pályán vagyunk, hogy egy-két éven belül az önkormányzati képviselőség számotokra megnyíri, legalábbis néhányatokra. Az a legfontosabb dolog, hogy ezt a munkát esetleg vegyétek komolyan, és próbáljátok ezt az egész adatát rendszerű